vagyunk a fürdőruhason, Anna Mari most már, ő most már befeszül. Ő most már nagyon figyeli, érted? Hogy hogy kell. Itt azt mondja, megvan. Ezt figyeld. Figyelj, most elkapja. Igen, Muzsa? Igen, most meglátod. Igen, de várjál, Di. Nem lelkesz a kereskedő. Igen. Nem örül, mert visszahozzam. Edenél. Igen, nem bontotta ki. Ezt most visszahozzuk. Visszahozzá, te? Kész. Nincs érzkedő. Nem örül neki. Nézd, most már igen, beálltak a képbe. Kész, nincs érzkedés. Ez a kész, most ennyi, visszahozta. Nincs elhülyéskedve ez az egész, érted? Mibe került neki? 10 euróba? 17? Megy a kereskedés. Az a szokát bevonták az egészben, az a szokás ott van. Várjál már, jobb helyre hozlak. Nézd meg, ezeket csipálom. Csak az a baj, hogy azért nem tudok ránézni ezeknek a cuccukra, mert utána rám röpül és nem hagy élni. Érted? Mondjuk vagy most másra röpült rá, és akkor be tudom neked videózni. Nézd meg ezeket a kis afrikai jó pufákat. Hát ez állt meg rajtad. Ő is? Nézd meg, Annabelle is állt meg rajtad. Itt az osztáról nézd meg, halálékszer. Haláljon néznek ki. Jó, egyszer vettem itt valami nagyobb dolgot, várjál? Aztán itt néznek is. No, I don't. Yes, what you want? I give a very good price. Let me, I'm looking for, but they are very beautiful, so I do like it. And I really like the mask if you have, I do not see the mask. Yeah, but it's a small one. I have a collection, it's a big one, you know, the mask what I have. I don't have a big mask. Don't worry. I take, you know, just, it's gorgeous, it's very beautiful. I give you vraiment. Which one you like? I don't know yet. Let me check, you know, what you have and I'll show you, let you know. I'm just looking for. Nézd, ez gyönyörűek lettem, és lepattintottam. Várjál. Na, nézd meg, itt meg tudod nézni, hogy milyen erős és milyen jó az egész lett. Tudod, egy bonkalité, egy jó minőség, egy rendesen összerakott terület. Anna Marit elhagytuk, anyukám, hagyjuk veszekedni maga módján, mert millió az ügy. Jaj, a Louis Vuitton, az Yves Saint Prada. Yves Saint Laurent, oh là là, quel lynx. Ah non, moi je suis bien, merci, ça va. Parce que j'ai mon sac. J'ai aussi le porte-carte, belle, regarde. Ah oui, son... Ça fait un bel prix. Ah oui, je vais regarder. Ça veut dire de quoi, c'est combien? Pour Dior, Louis Vuitton, oh là là. Dior, Louis Vuitton, Gucci. Quelle marque. Ça alors. Gyönyörűek, látod? Na, megyek tovább, merci. Várjál, most így meg tudtam pattani, mert egy másik kisztő megszólította, hogy kombián, hogy mibe kerül. Pif anyukám engem már hagyott lógva. Úgy ott hagyott, mint Szent Pál az oláhokat, érted? Ezt kell látnod, érted? Szóval most mindjárt azt mondom, hogy valakinek csak... Hát ez egy kutfúdr, ez egy szerelem, ez egy szilka. Ne üszkedjél már, ez üsztrúha. Várjál, Anna Marit elhagytam. Tartsd már vonalat addig. Viszekedjél rendesen, Philipsnek köszönheted, hogy nézheted a pupos Cilla sztorikat. A fiatal embernek, hogy perfektő a fölöttője, amit tartunk. Na Mari, akkor jól ráfáztunk, mi? Ráfázott, nézzek. Meg ne nézd, mert nem állunk meg, érted? Már az előbb rám röpült. Úgy kellett mondanom, hogy zsö. Kiderült, hogy nem jó a méret? Ja, hogy másra való. Nem, hogy nem megy, hogy ezt vettem. Azt hittem, hogy lesz egy kis balhé. Igen. Ó, lelá, nézd oda, ahol lesz. Jön ahol, nézze. Hopp, most puf. Pisz, el tetszett vinni egy dobozt, sajnálom. Sajnálom, a dobozt el tetszett vinni, érted? Pardon, az egyik pózőt, hát én árultam piacon. Hát Anna Marit kérdezd meg, hogy én hogy árultam, érted a parfümöket. Hát
kérdeznek, hogy a gyáli piacon a gyöngyvirág illatú szappanért majdnem megölettem magam, érted? Marci, emlékeztesz, hogy a követő rajongót, hogy mi is piacon árultunk, az MDF piacon a parfümöt, meg a gyöngyvirág illatú szappan. A gyáli piacon. Igen. Testemmel védtem a gyöngyvirág illatú szappant. Ne hülyeskedj. Anyukám, lengyel cigány testvéreim ráröpültek ilyen rakott vagy román, nem tudom, ilyen nagy szoknyába. Úgy csavartam ki a kezéből, akkor jöttek a kanik, akkor rám akartak rúgni, hogy mit képzelek, mondom, de asszonkája ellopta. Pif, elkezdte előttem ütni az asszonkát, te lopol? És valamit vagy lengyelül, vagy románul ordított. Mondom, inkább odaadom a szappant, ne verjem azt a nőt, hát ne vészkedjem. De idegbe voltunk. Jó, gyáli Attila, anyukám, hát ez a ventimiai piac, ez nem gyál, de tamtamolhatol, anattól. Itt vannak az ékszerek, oda nézzük. Az arany ékszereket tudod te megvetteni. Hát ez nem igaz, hogy te hogy fogod azt a csipálni. Nézd meg az asszonkát, hogy megöltözött? Nézd meg, minden új rajta, mit vesz. Itt színozzál, ne érzkelj. Egy jó kilépő, nézd meg, tapetto doccia. Szimon kilépel. Érted? Adanél. Hát ezt a tisztotot nyugodtan felvetted volna. Így özzön a meleg. Ne vieszkedjél már. Jön ezzel ki. Igen, akkor jövő csava. Hát rengeteg a gönc. Mondjuk el, a világ túltermel. A világ másik végén, egyik végén csobog a víz, másikon meg szomjaznak. Egyik végén olyan árubőség van, hogy megőrülsz, megvagyulsz, a másikon meg a teljes nyomor. Borzalmasan igazságtalan. Hát de mindegy. Örülj annak, hogy a jobb helyre születtél, jó pofa vagy. Érted? Na, most ne is károgjál ez véget. Nézzek, hogy legyezik. Hamuci, ha mozogni kéne. Hát az öreg Cillának, én is. Én nem legyezem. Ja, vége a piacnak, ezt mondta a Mária. Mármint Anca Mária. Picit is kitorták ide a piacra. Babakocsival, érted? A baby carral, igen. De te jövöl tovább. Te már olyan babakocsik vannak, hogy távirányítóval irányítgatod a gyereket. Érted? Csak bírjad meg, hogy speak yourself, azt mondja. Ajánlom magamat. Speak yourself, jó pofa vagy. Speak yourself. Beszélj magadba. Jó, nézzel ki. Aha, hát szájé. Azt kell, hogy mondjam, hogy vége, taka. Nézd meg, én aki még a csúnyájánál is egy pálmalevél van, olyan pálmalevel, ez beütözött ma megért, ez egy színosszal. Ne vészkedjél már, jövő velem a piacra. Wow, nadrág kosztüm, jó ízlése van. És itt a kigyótartója, van neki kigyótartója. Ja, itt meg az elefánt, a kézi elefánt. Na jó, rongyolunk vissza, kész, elmentünk a végéig. Inkább erre mondják, hogy elmentél a falig. Cilla, vigyázzál magadra. Hát lesz rúgva, 2-3. Taka! És a kasmírok, hát te, a Gideon ezért akart jönni. Most mindjárt mondom, hogy how much the kasmír, hát fogalmam sincs. Anyukám le van csutva a nadrágot. Hát édesem, hát kilóg a farod, de a drága gyermekem. Hát lehet, hogy ez a cél, én nem azt mondom, hogy nem, azt is megértem. De hogy ezek milyen, nézzek, itt vannak a gyönyörű pure kasmír. Most megmondom neked, hogy pure. Pür, ez tényleg pür kasmír. Azt, hogy mibe kerül, az fogalmam sincs. Azt nem látom. Elmegyek a lecsúszott gatyás kani mellett. Fú, ez kasmír, 100% kasmír. Mondj, kedves, hogy a fogalmam sincs, hogy adja, de mondjuk kb. 50 euró. Érted, annyira taxálom, vagy hogy mondják, azt mondja, hogy ugye taxálod a lóvét. Szenteruza. Ja, hát a diszpertom megölne engem egy ilyenért, érted? Egy jó szemceruzáért, meg egy púderért. Na nézd meg a szolárkanit, anyukám, még a patkán is áll. Tessze kicsi. Igen? Várjál már. Gyere már. Monsieur, hol a madám? Hol van Anna Mari? Te ezt úgy elhagytuk. Hallod, Gucciba van minden. Itt vagy, Mari, téged kereslek. Van idegben vagyok, hogy még. Na jó, hát szájét akarhat. Gye, Mari, legalább te legyél az egy szem követő rajongó. Érted, itt eltűnt. Eltűntünk az a fő... Na, megyünk, most a városba vagyunk, nézd meg, most a főcsapáson. Mit találtál? Ja, szütyőt keres, nézd meg. Olyan kis, azzal a fermetűrrel? Kosztosabb nem volt? Nincsen.
Hát a barna az ronda. Igen, sajnos, igen, ronda, R-O-N-D-A, úgy mondom, kedvesek, vetted magának. Kínai testvéranyáimnak is el kell mondanom mindent. Jó, nézzel ki! Igen, még sehol nem, még az út elején vagy jól. Igen, van Ernyő, igen. Drága, Orsi barátnőmnek a nagyanyja mondta azt. Orsi, gyere, van Eper, benézett a szobába, ránk nézett, majd visszafordult, majd holnap. Nem kellett kinágatni, érted? Hát jól nézek. Várja, hogy a terep színű sort. 24 ér megy a divatolás. Mennyi volt a kászmi? Szerintem 50 euró volt a kászmi puci. Érted? Hú, de jó, oké. Okay. Megfogdusszom, tudod, mintha ilyen szakértő jelennék az egészet. Ja, Marika, ezek már tűnnek el. És? Ja, negyedöt. Persze, hogy menetben vannak. Jól nézek ki. Ja, hogy négykor itt üresnek kell lenni. Takarítógép, meg minden. Igen? Persze. Szalag. Ottkor már itt senkinek nem szabad menni. Jézusom. Ezek jók, ezek a kabán. Ezt úgy hívják, hogy kabán. Kabán, tudod? Ennek az a neve. De zoknit is érdemes itt venni. Két perc alatt elhasználod, de a méreg drágát is, tudod? Ó, a kalapok, nézd meg. Hulala, száll. Tollas mari kalapok. Hú, előkelő. Szála. Ez műszám, műanyag. Műanyag, tehát te az előkelőhöz. Na, így árultam én is a parfümöt. Ugyanúgy. Tedd. Ugyanebbe a menetbe. Jaj, de számhoz teszem a te... Stock. 15, számhoz teszem a telefon, tudod, hogy halljál minden egyes csicska vakert, anyukám, jó nézek. Éppen, ez voltam én valamikor, érted, gyálon, ugyanígy árultak, ugyanígy voltak vevőim, érted? Parfümös Cilának hívtak már akkor. Hát igen, menet volt. Na, utána kiülünk a parkba, idegbe. Ja, és akkor tudod, itt meg a izék vannak, konyha, kit vettem a kislámpát. Tényleg, Maria, a kislámpást megnézzük, taka.